2010-ben azzal a célzattal indította el a Poján Egyesület a Palacka, másik nevén a Hegyközi Helyi Termékfesztivált, hogy népszerűsítse a hegyközi és az őshonos állatokat, az itt megtermelt és elkészített ételeket, hogy a falvakban élők újra felfedezzék szűkebb hazájuk értékeit, rávilágítsa az emberek figyelmét a természetközeli gazdálkodás fontosságára, felhívja a figyelmet a kistermelők által készített élelmiszerek értékére. A falusi ember számára nemrégiben még ez is gondot okozott, de úgy gondolom, hogy ez a 2008-as válság, és nem csak ez, de ez is azért abba az irányba terelte az embereket, hogy újra felelevenítették az ismereteiket, újra van háztáji, ugye az Egyesület támogatásával őshonos baromfik kerültek mikóházára, amiből azóta is kiállításról kiállításra elhozzák, az állatokat megmutatják. Tényleg újra a zöldséges kert felé lett a mikóház, és nem csak a mikóház, hanem ugye egyre több falusi portán a gyümölcsnek újra értéke kezd lenni. Hát azt gondolom, hogy az emberek, ha más nem, akkor azért, mert egyszerűen rászorultak arra, és ahogy rászorultak, így talán környezettudatosabbá vált a saját életük is. Egyszerűen megtalálták a természettel való összhangot, amit a régi ember természetesen minden nap átél. A mai napon, ahogy említetted is, őshonos állatok vannak kiállítva. Milyen állatfajtákat hoztatok? Hát ugye mi hoztuk a részben a sajátaink, részben a barátainknak az állatait láthatjuk itt. Juhok közül gyimesi racka, őshonos cigájú, hortobágyi racka, az Egyesületnek a kárpáti borzeres szarvasmarha csordájából egy-két tényleg gyönyörű példány, a lányok lovai, pónilovak, veszpónik, egy kis szamár, és hát számtalan baromfi, őshonos ludak, tyúkfélék, pulykák, tényleg így számtalan jószágot találunk, és még nyulat is. Aki hazánkban állatot tart, mennyire jellemző az, hogy őshonos fajtákat tart? Szerintem nem ez a legfontosabb először, hogy őshonossal foglalkozzon valaki, hanem hogy tartson egyáltalán állatot. Mi azért tartjuk fontosnak, mert ezek az őshonos fajták ezen a klímán, ezen a domborzati viszonyok között, és a magyar ember keze alatt, ugye évszázados tenyészmunkáját keze alatt alakult ki gyakorlatilag. És úgy gondolom, hogy erre büszkék lehetünk, és ezt megmutathatjuk a nagyvilágnak. És ne csak az OMÉK szolgáljon erre, hanem minél több falusi és városi rendezvény, ahol megmutathatjuk az őshonos fajtáinkat. Az Egyesülettel mit szeretnétek még elérni? Hát rengeteg munkánk van, szerintem ezt most fel se tudnám így sorolni, de egy néhány szempontot. Tehát továbbra is fontos a természettel együttműködő gazdálkodásnak a továbbvitele, illetve minél természetközelibbé váljon a mi gazdálkodásunk is, minél jobban közösségi szinten tudjunk szervezni, tervezni, gazdálkodni, és hogyha egy közösséget sikerül újraéleszteni, az jó. Mi ott kezdtük, hogy családszinten. Talán a családunkban már minden gyerek, feleségem úgy gondolja, hogy ez a fontos, ez az út, amit járnunk kell, és hát remélhetőleg jó példával járunk elő. Mikóház önkormányzata, ahogy az előző években úgy most is, társ szervezőként vett részt a program lebonyolításában. A településen végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően pedig létrejött egy olyan közösségi tér, mely kitűnő helyszínül szolgál a fesztiváloknak. Önkormányzatunk nagyon nagy hangsúlyt fektet a turisztikai fejlesztésekre, és nem csak ösztönözzük a helyi lakosságot, hogy fejlesztjenek turisztikai szálláshelyeket, illetve nem csak közparkokat rakjuk rendben, próbálunk minden évén virágosítani, hanem próbálunk rendezvényeket is szervezni, hogy minél több turista látogasson a településünkre. Éves szinten 4-5 rendezvényünk van, egyik legnagyobb rendezvény úgy gondolom a helyi termékfesztivál, melyik szeptember második hetének végén van, tehát második szombatján van, és most időjárás kicsit talán közbeszólt, de úgy gondolom, hogy nagyon sokan vannak, nagyon jól érzik magukat az emberek, nagyon nagy választék van, és nagyon érdekes dolgokkal lehet megismerkedni. Itt vannak a testvértelepüléseink is, Lengyelországból, Szlovákiából 3 testvértelepülésünk, Baskíriából, Oroszországból, illetve Erdélyből, Mikújfaluról. Ők külön gasztronómiai
specialitásokkal kápráztatnak el minket. Érdemes meglátogatni a sátraikat, nagyon szép képeket hoztak a saját országukból, nagyon szép országokra jellemző babákkal, különböző tárgyakkal kedveskednek, bemutatják az ő ottani életüket ezeken a tárgyak alapján, illetve különböző ételeket is készítettek, amiket itt megkínálnak minden érdeklődő számára. Ennek a fesztiválnak az egyik célja, hogy ösztönözze az embereket többek között arra, hogy otthon is foglalkozzanak a termékek megtermelésével. Hogyan látod ennek a fesztiválnak a kapcsán itt Mikóházán nagyobb hangsúlyt fektetnek, akár egy szörpe készítésére, akár egy gyümölcsbe főzésére? Úgy gondolom, hogy igen, egyre többen érdeklődnek ebbe a témába, hiszen nagyon sokan telepítenek gyümölcsöt, nagyon sokan szednek most már gyümölcsöt, amit otthon befőznek, de az önkormányzatunk is próbál ebbe segíteni, hiszen most nyertünk egy 15 millió forintos támogatást, melynek keretében a település a saját lekvárfőző és szörpkészítő üzemet fog majd létesíteni, és ez úgy fog működni, hogy valakinek van mondjuk 100 kg szilvája, behozza abba az üzembe, és akkor bérfőzésben ő azt ki tudja fűzetni akár lekvárnak, akár ha szilváról nem is, de mondjuk ribizli esetében, vagy mán esetében pedig szörpnek. Úgyhogy ezért is próbáljuk ezt ösztönözni. Természetesen nem csak a főzést, hanem önmagában az értékesítést kívánjuk majd megszervezni. Egységes üvegekkel, egységes címkerendszer próbálunk kialakítani, és a Mikóházi néven, de a termelőnek mindenképpen feltüntetve a nevét és a címét próbáljuk majd értékesíteni harmadik helyen, önkormányzatoknál, különböző szállodáknál, kórházaknál, olyan helyeken, ahol erre érdeklődés igény van. Mikor készülhet el ez az üzem? Hát bízunk benne, hogy ezenek az üzemnek jövő júniusra el kell készülnie, hiszen már azért júniustól már terem a ribizli, terem a málna, és utána meg már a baraszk is, tehát mindenképpen a szezonra ennek kész kell lennie. A mikóháziak egyre inkább magukénak érzik a fesztivált, egyre több nevezője van a főzőversenynek, de a helyi ízek bemutatója és az őshonos állatbemutató is egyre több érdeklődőt vonz. Nem csak a magánemberek, de az intézmények is felismerték, hogy a helyben készített ételekkel vonzóbbá tehető a település. A Mikóházi Idősek Klubjából érkeztünk, tehát helyiek vagyunk. Nem igazán túl régi intézmény vagyunk, 2,5 éve nyitottunk, és nem tudtuk, hogy mit találjunk ki, ami igazán helyi, amit az idősek szeretnek, kedvelnek. Így jött az ötlet, hogy rézüstben fogunk szévalekvát főzni. Az első probléma abból adódott, hogy kevés volt a szilva, ami termett és megmaradt, illetve a múlt hét hétfői vihar azt is levitte. Ezért titkos helyekről szereztünk 90 kg szilvát, melyből ma hajnal 3-4-6 körüli időben oda tettük az üsbe, folyamatosan töltöttük, és azóta itt járunk most ebben az állapotban, ahogy láthatják, előreláthatóan este 8 óra körül lesz kész a kemény, igazi, kissel vágható szilvalekvár. Hogy tetszik önöknek a rendezvény? Önök szerint hasznos ez a helyi termékfesztivál? Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos az itt élőknek is, hiszen az idősek tanulsággal, ötletekkel, tanácsokkal tudnak szolgálni a fiatalabb generációknak. Ide értem már a mi generációnkat, illetve még fiatalabb generációt. Nagyon hasznos a távolabb élőknek, rokonoknak, ismerősöknek, barátoknak, vagy csak az egyszerűen a rendezvény miatt ide látogatóknak, hiszen megismerhetik az itt élők múltját, kultúráját, hagyományait, mind az étkezés, mind egyéb terén, hiszen kézimunkákat is láthatunk, fafaragásokat, terményeket, állatokat, nagyon széles körű és színes a rendezvény. A mindennapok során mivel tevékenykedik az idősek klubja? Nagyon fontos, hogy figyelembe véve az egyének életkorát, illetve fizikai egészségi állapotát, és természetesen a mentális állapotukat is, színes és változatos programokat állítok össze. Az évet keretbe foglalják a nagyobb rendezvényeink, karácsony, húsvéthoz kötődő szokások, hagyományok,
a mindennapokat színesíti nagyon közkedvelt a csigatészta készítés, rejtvényfejtés, felolvasás, kerti munkák. Van veteményes kiskertünk két helyen is az udvaron, saját dolgokat készítünk. Ezeket közösen elfogyasztjuk az udvaron, Bográcsban szalonát, vagy Bográcsban főzünk a megtermelt dolgokból, szalonát sütünk. A csigatésztát általában elajándékozzuk azoknak, akik előadást tartanak nálunk, legyen ez egy egészségügyi előadás, egy felvilágosítás. Legutóbb a Sátoraja Újhelyi Rendőrkapitányságtól egy időskorúak bűnmegelőzésével foglalkozó előadást hallhattak nálunk, és csigatésztával szoktuk ajándékozni a előadást. Mikunháza testvértelepüléseinek képviselői egy-egy a saját életterükre jellemző étel elkészítésével tették színesebbé a fesztivált. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a mai fesztiválon. A múlt évben is részt vettünk. A múlt éven teljesen mást főztünk, most főzünk egy körömpörköltöt, ami azt jelenti, hogy ez egy ritka dolog. Nagyon finom lesz, és ez a hagyomány már úgy látszik, hogy ez már hagyományossá fog válni, és minden év itt vagyunk, úgy, mint egy Pólyán polgármester, a Mikóházi polgármester, hogy említettem még azelőtt is már, hogy 14 év együtt vagyunk, és ezt egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban igyekezzük ezt véghez vinni. Azon a körömpörköltjének van-e valami különlegessége? Igen, nagyon-nagyon nagy különlegessége lesz, sőt, az ézi. Csak az íz. Minden egyes pörkölt, azt lehet mondani, hogy majdnem egyforma, de ez magába, ez külön íz lesz. Nagyon finom lesz. És mitől lesz különleges ízű? Mit raknak bele? Hát attól a körömtől, azt a disztó körömtől, és valaki úgy gondolja, hogy ez utálatos, nem jó, vagy nem szeretik, de megmondom őszintén, ha ez rendesen meg van tisztítva, meg van pucolva, minden egyes darabot a sertésből fel kell dolgozni, és meg kell kóstolni. Azt fogjuk mondani, igen, ez lesz a legfinomabb. Az elmúlt néhány napban csütörtökön szerdán érkeztek. Hogyan érezték magukat? Mennyire kovácsolódott össze az a kis társaság, akik együtt vettek részt a programokon, akár Szlovákiából, akár Erdélyből, akár mikóháziak? Igen, ezt nyugodtan mondhatom azt, hogy tehát a mikóházi polgármester úrral, mi már nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, minden éven itt vannak a lengyelek, itt vannak Erdélyből, most új település jött közénk, Svedlár, Szlovákiából. Úgy volt, hogy fog jönni a kis toronya, de valami közben jött, tehát nem tudott eljönni. Oroszországból nagyon-nagyon messziről, és nagyon érzik meg okot. Míg mindent megtegyünk a polgármesterről, a mikóházi polgármesterről, hogy ez úgy legyen, hogy ha elmennek, nagyon-nagyon élménnyel legyen. Hogy a főző verseny a finiséhez közeledik! A főverseny végének közelettét a kikiáltó adta a csapatok tudtára. A profi séfekből álló zsűri pedig minden étel fölött ítéletet mondott. A most feltárásra került ételek, vannak olyan tradicionális ételek benne, vannak nagyon jó különleges ízű ételek is, és hát vannak most is olyanok, amik indultak még kategóriába, lehet esetleg csak besorolni. Tulajdonképpen van egy lengyel csapat, amit már tudunk, hogy biztos egy külön díjas, tulajdonképpen egy ilyen káposztás igazi lengyel ételt hoztak. A környékbeli pedig, hát ami otthon a konyhákba dominál, egy libaleves töltelékkel, és itt mondjuk az elég jól sikerült. Egy újdonság volt most egy túrótésztás, ugye a levesbetét, ami kimondottan nagyon jól sikerült. Úgyhogy érdekesen alakulnak ezek a főzések, és nagyon jó, hogy már ugye itt a falunapokon belül is vagy kakasfesztivál, vagy csülök, vagy
mai Bébitányban most lesz ugye a halfesztivál, egy hét múlva például ilyesmi. Tehát próbálnak újat hozni, és nagyon-nagyon jó, hogy végre a gazdaszonyok is bemernek nevezni, és jó, van dilettáns is benne kész, aki megpróbálkozik minden egyes, akkor az se baj. Az se baj, előbb-utóbb megtanul főzni, jó lesz. Fontos az egy főzőversenyen, hogy különlegességeket készítsenek? Nem, de egy egyszerű sertéspörköltel már nem lehet nevezni. Tehát most itt van a jó példa erre a túró tészta, tehát a túró galuskás leves például. Ötletnek is nagyon jó. Van ilyen, tehát nem most találta ki, aki főzte, de nagyon jól összepározta, nagyon jól összejöttek az ízek, kimondottan jó. Tehát egy sima csülökpörköltel már nem lehet. Például volt egy nagyon jó, mondjuk csülkös pacsal pörkölt, az íze kiváló volt, jó volt, de ott mondjuk a tálalása volt, díszítése volt probléma. Tehát így ezek azért, hogy van egy pluszpontot, van egy mínuszpontot, de jó, maga az igyekvés az, hogy akarnak és jönnek és főznek, ez nagyon jó, ez a anyagok. Vannak egyszerű dolgok, az nem győzzük mondani, hogy csak ehető díszítéssel díszítsen. Most is jött akácleveles díszítés például, tehát az helyből lehúzza tulajdonképpen. Úgyhogy azért egyet tudni kell, hogy maga a szakács szakma az valamilyen szinten művészet, és maga az étel elkészítése otthon is, mert hát maga tudja az ember, hogy ha egy picit megdíszíti, úgy vágja a húst össze, nem főzi túl, és így tovább, ami más esztétikai, és nagyon sokat számít tulajdonképpen. És akkor kapja a mama a virágcsokrot, akkor kapja a csókot, érte, és ez így működik tulajdonképpen. A fesztiválra kilátogatók megkóstolhatták a helyben főzött lekvárt, összehasonlíthatták az otthon asszalt gyümölcsöt a boltban vásárolt tömegtermékekkel. A vendégek, de még az itt élők is rácsodálkozhattak arra, milyen színes a palettája a hegyközi gasztronómiának.